Sziasztok! Újra itt vagyok méghozzá a Falka Ösztön 2-vel, az AS Rómával foglalkozó videósorozat második részével. Egy rögzített beszélgetés következik majd a nagyjából következő bő fél órában, Pongrácz Gáborral, az asroma.hu alapítójával, szerkesztőjével és nagyjából mindenesével. Sok mindenről beszélgetünk Gáborral, kiderül az is, hogy miért tartozik nekem még mindig egy hatos pak sörrel, meg az is, hogy milyen igazolások lesznek a közeljövőben, és mit gondolunk róluk, meg hogy Dzeko a legnagyobb király, vagy nem a legnagyobb király, és hogy mit gondoltunk akkor, amikor kihagyta az itzereket a Juve elleni 2-2 alkalmával. Úgyhogy beszélgetünk az elmúlt meccsről, a következő meccsről, az Udinese elleni szombati esti mérkőzésről, és még nagyon-nagyon sok mindenről. Az asroma.hu az én életemben és az én Róma szurkolóságomban nagyon-nagyon fontos, hiszen ez volt nagyjából az első és egyetlen fórum, amelyen rendszeresen ott voltam. Egyrészt híreket olvasni, másrészt pedig fórumozni, beszélgetni. Ezt úgy nagyjából a 2000-es évek közepére tegyétek, nem sokkal azután, hogy az asroma.hu elindult. Aztán utána én onnan kikoptam, ilyen-olyan elsősorban időbeli okok miatt, meg azért is, mert majd kiderül a podcastből, hogy nem éreztem annyira komfortosnak, hogy én ott kommentelgetek olyan stílusban, ahogy szeretnék, miközben közvetítek Róma mérkőzéseket, meg korábban azért én véresebb szájú Róma szurkoló voltam, úgyhogy aztán onnan kikoptam, de az egy nagyon jó közösség, és azt tudom mondani mindenkinek, aki szeretne egy AS Rómához tartozó közösséghez tartozni, hogy ez az asroma.hu-hoz egyébként jó tartozni. Ott vannak a friss hírek az oldalon, és van egy nagyon-nagyon jó kis fórum, ahol pedig mindenről kulturált hangnemben lehet vitatkozni. Úgyhogy jön egy beszélgetés Pongrácz Gáborral nagyjából vő fél órában, remélem, hogy szeretni fogjátok. És akkor itt is vagyok Pongrácz Gáborral, az asroma.hu alapítójával, hogy beszélgessünk egy picit a Rómáról, és amikor én elhatároztam, hogy lesz ez a Falka Ösztön című sorozat, akkor mondtam is, hogy szeretnék minden egyes magyar AS Róma közösséggel, amelyik elsősorban netes közösség, foglalkozni, és nekem elsőként az asroma.hu jutott eszembe, mert hogy nekem is hozzátok van a legtöbb közöm, mint Róma szurkoló, mert az volt az a fórum, ahol Szanicsként megjelentem, és aztán egy időben, ami még több időm volt, addig ott is voltam aktívan a fórumban. Szia Gábor! Szervusz Csabi, köszönöm szépen a lehetőséget, ez valóban, és örülök neki, hogy egyáltalán mi jutunk elsőként szóba, úgyhogy ez legalább már egy pozitívum is jelent valamit. Valóban én is emlékszem, hogy még Szanics néven regisztrált a fórumra, és sokáig írogatta is, és egyszer csak így eltűntél, mikor rákérdeztem, hogy miért, akkor valami olyasmi háttérinfót sejtettél, hogy nem fér össze az, hogy Róma drukkerként közben közvetítesz is, és hogy nehogy emiatt támadás érjen. Sajnáltuk egy kicsit úgymond az elvesztésedet, de örültünk, hogy azért hosszú időn keresztül aktívan tagja voltál a fórumnak. Az oldalunkról annyit ugye, hogy most volt éppen szeptember 11-én, ez is egy érdekes évforduló, szeptember 11-e, 2004-ben indítottam el az oldalt, úgyhogy most már 16 éve. Azóta rendületlenül igazából azt tudom mondani, hogy talán tényleg nem volt olyan, hogy egy-két napos kihagyás vagy szünet. Hányan folyamatosan jártok? Egyedül. De az elejétől egyedül? Elejétől, ezt tudom mondani, így van. Voltak segítőim mindig, akik egy-egy cikk erejéig, vagy magát az oldalt föltölteni tartalom, mert ugye most, ami igazából aktív és folyamatos, az a napi hírek, meg a cikkek megjelenítése, viszont van fönt azért ennél sokkal több és mélyebb tartalom is, a történelem, vagy a fontos meccsek, a nagyjátékosok rész, ezeket egy nagyon-nagyon nagy Róma drukker, aki több évet élt Rómában is, ő segített, a Balázs, ő volt az, aki kimondottan ezeket az információkat a rendelkezésemre bocsájtotta, ezeket a cikkeket elkészítette, de ugye ezek ilyen egyszeri cikkek voltak, ezek megjelentek, föltettük, és most ott vannak, elérhetőek, és azt gondolom, hogy ezek teljes mértékben egyediek, mert sehol máshol nem elérhetők. Ő olyan szintű háttéranyaggal rendelkezik, ami itt Magyarországon senki által el nem érhető. Vagy nagyon gyorsan dolgozol, vagy valami időgéped van, vagy nem tudom, hogy csinálod, mert egyébként ahhoz képest meg tehát rengeteg tartalom van az asroma.hu-n, nézzetek rá, már nem hiszem, hogy bárki, aki meghallgatja ezt a podcastet, vagy ezt a videót, vagy megnézi ezt a videót, még nem látta volna az oldalt, de van egy működő, és egyébként baromira pörgő fórum, ami folyamatosan állandó tagokkal jól pörög, tényleg napi rendszerességű hírek, egy tök jól kinéző, és viszonylag rendszeresen megújuló oldal. Ez egyébként mivel foglalkozol?
Informatikus vagyok. Aha. Informatikus vagyok. Úgyhogy való igaz, nagyon sok szabadidőmet elviszi. Ez most már azért ugye ez a tizen sok év beépült az életembe, és én már részesen veszem azt, hogy ezt csinálom. Pár évvel ezelőtt kapott új dizájnt maga az oldal is, és akkor egy kicsit egyszerűsébbé is tett az életemet, mert most már mobilról is meg tudom csinálni azokat, amiket annó csak HTML szerkesztése nehézkes módon lehetett megcsinálni. Most már azért egy kicsit olyan háttere van, olyan admin felülete van az oldalnak, ami tényleg lehetővé teszi azt, hogy bárhol legyek, egy mobil internettel, mobiltelefonnal is tudok híreket szerkeszteni, arra kell figyelnem, hogy mondjuk a helyesírást ne csesszem el nagyon, meg ne javítson ki a telefon, és kerüljön föl valami hülyeség. És ugye pár évvel ezelőtt volt az, hogy észrevettem azt, hogy nagyon sok Facebookon nagyon sok alsómás magyar oldal jelent meg, és megnéztem is, hogy nekünk nincs Facebook oldalunk, lehet, hogy meg kéne jelenni. És akkor indítottunk egy szavazást, hogy igazából egy érdeklődő felhívás volt, hogy ki mit szólna ez, milyen vélemények vannak ezzel kapcsolatosan, és megmondom őszintén, nagyon pozitív volt az a kapcsolatban, hogy szeretnénk, ha az alsóma hú is megjelenne kimondottan nem egy plusz x-edik valami Facebook oldal lenne, hanem igény volt rá. Elindítottam, és most már több mint 5000 lájkolója van magának az oldalnak is, úgyhogy. És ezzel, ahogy nézem, szintén a legnagyobbak vagyunk. Úgyhogy én igazából elsősorban arra törekedtem mindig, hogy a hírek megjelenjenek. Megmondom őszintén, hogy arra nem nagyon volt már időm, hogy az ilyen mindennapi pletykákkal, amiket te is hallasz, külföldön olvasol, amik megjelennek, és hogy azokat is ilyen napi szinten föltenem, arra már nem mindig volt időm, és sokszor én is bevallom őszintén, már szortírozottam az ilyen hírek között, és skippeltem azt, amit Meg úgy éreztem, hogy... meg annyi mindenben szalad, tehát tök érdekes, hogy hol húzod meg azt a határt, hogy ez már hír, alig, hanem már csak akkor húzod meg te is ezt a határt, amikor azt olvashatod, hogy EU ficsále, mert hogy hány olyan, tehát nem tudom, a ti életetekben, vagy a te életedben, hány olyan hír volt, vagy hírnek hit sztori, amit feltettél az oldalra, aztán kiderült másnap, hogy semmi nem. Így van. Így van, így van. És ez igazából tényleg az, hogy a rutin és az évek és a tapasztalat az, ami ezt magával hoz. Az elején én is kerestem az oldalakat, amit hozzáfértem. Nem tudok olaszul, én csak az angol oldalakat tudtam elérni, és nézegetni, olvasgatni, és hát beletelt egy kis idő, mire így le tudtam szűrni magamban, hogy mi az, ami nem kell. Közben azért aránylag egy kicsit olyan készségszintű lett az egész, hogy megtanultam ezeket a foci szakszavakat, fordulatokat, amiket előtte nem nagyon ismertem. Most már könnyebben tudom kibogózni egy interjúból, hogy mi az, amit akar mondani egy adott taktikával kapcsolatosan, mondjuk egy edző. Régen azért ez nehézkesebb volt, hosszabb ideig tartott, most már sokszor tényleg azt mondom, hogy egy-két perc egy cikk meggyártása. Néha az, hogyha képet kell hozzá, például ez is hozzátartozik, hogy képet kell szereznem hozzá, a hivatos oldalra leszedem, megvágom, három méretben meg kell vágni. Szóval azért ez macerás, és tényleg elviszi az időmet. Az elején a család örül? Nagyon... Hát kaptam sokszor hideget, meleget, mert ugye ezt szabadság alatt is kellett csinálni, nem állt meg az élet, főleg nyáron, ugye, amikor mentek az össze-vissza átigazolási plegykák, új játékosok bemutatása. Hát, de mi visz téged? Mert ezt lehet csinálni szerintem nagy pénzért. Lelkesedésből, hirtelen felindulásból pár évig. Így van. De mi az, ami 10 éven, most már 10, akkor 17. évet csinálod? Most már így van, most az, kezdtünk bele. 17 évig visz. Az, hogy de tényleg mi? Nem is akarok ötleteket. Hát az, hogy ugye mikor elkezdtem, akkor körülnéztem, hogy hát ugye akkor is informatikusként dolgoztam, nézegettem az oldalakat, és láttam, hogy akkor már a három északi nagy csapat, nem mondok ki neveket, nekik már voltak magyar oldalaik, és igazából negyedikként indítottam el akkor a Rómát, lefoglaltam a domaint, mint alsoma.hu, mert nem létezett, mondom, tök jó, ezt le is foglalom, és de jó lenne az a negyedik hely most is. Igen, a és ugye így van, és elindítottam, és ugye ahogy teltek így a hónapok, aztán a később az évek, akkor meg már olyan lett, hogy akkor meg már nem engedtem el. Akkor meg már csak azért is, és megmondom őszintén, nekem is voltak mélypontok. Ugye könnyebben csinálja akkor az ember, amikor sikeres a csapat, amikor jól megy a csapatnak, akkor fut a szekér, én is jobb kedvel írok cikket, tök jó hangulatúak, stb.
amikor meg nem megy, meg nekem is voltak olyan időszakai az életben, gyerek, születés, stb., és vagy éppen tényleg mellett az én sportolok, minden mást is csinálok, és akkor nekem sem mindig volt kedvem, de ezt az ember már nem szívesen engedi el. És ezért is volt az, hogy én azért kerestem mindig embereket, hogy segítsenek, és mindamellett, hogy én ezért nem tudok fizetni senkinek, hiszen én sem kapok érte pénzt, de nagyon szívesen vártam, vagy vártam, nem hajkuráztam senkit, hogy légy szíves, figyelj, segítsen nekem, de Elfogadtam. amikor valahogy szóba jött, akkor mondtam is, hogy én elfogadom bárkitől a segítséget. Aztán voltak lelkes emberek, voltak, akik egy ideig tették, és aztán hát azért ugye, mivel ők, nekik is a szabadidők drága, így elkoptak. Úgyhogy, és most meg már mondom, most már azért annyira rutin az egész, hogy könnyen és gyorsan megy, mikor látok, hogy na, megint van egy játékos bejelentésre, meg kell csinálni, most már nem is rohanok azonnal a gép elé. Jó, mikor fontosabb van, mondjuk, mint egy Európa Liga sorsás, ma hát azért azt nem szeretném holnap reggel kitenni, hogy tegnap volt, mert hiszen addigra már mindenki túl van a híreken. Ezekre azért figyelek, hogy ezekben gyors és tényleg up-to-date legyek, de amikor például egy játékos bemutatásom van, akkor úgy vagyok vele, hogy az ráér holnap reggel, kicsit több időm lesz, megcsinálom. És tényleg ez ma már így életem részévé vált, és nem is tudom mondom, mert valahogy így szerveződik az életem, hogy ez mindig belefér. Mennyien vagyunk szerinted AS Róma szurkolók körülbelül Magyarország, mekkora mi közösségünk, és milyenek vagyunk főleg, mert azt viszont te mindenkire jobban látod szerintem, hogy milyenek vagyunk. Igen, azt látom, azt a fórumon is látom, ugye a fórumon nagyon sok éven keresztül volt egy nagyon jó moderátorunk, aki segített Trigória néven, ő hatékonyan részt vett abban, hogy ez a fórum olyan, amilyen most. Kialakult egy olyan közösség, akik ismerik, tudják és betartják a szabályokat, nincsen egymás pocskondiázása, anyázása a más csapatoknak, a saját játékos sosem, nem szabad, vagy ha van is valamilyen rossz beírás, akkor azt is kicsillagozzuk, nem? Hát szóval azért megpróbáltunk tényleg kereteket szabni a fórumozásnak, és maradt is egy olyan mag, akik mai napig járnak, meccsek közben elemezünk. Voltak időszak, amikor jóval többen voltak, elkoptak emberek, jöttek újak, de a mag megmaradt. És hogy mennyien vagyunk ezt igazából nehéz, mert ugye azt nézem, hogy 5000, több mint 5000, 5100 környéki a Facebook oldalon követése, de ott sok külföldi, sok akik Szerbiából, azok nem tudom, hogy találták meg az oldalt, lájkolták, és igaz, sose szólnak hozzá, meg igazából látom néha lájkolnak, de hogy ők hogy kerültek oda, Róma drukkerek gondolom, hogy mennyien lehetnek szerintem pár ezer. Én azt mondom, hogy ilyen 4-5 ezernél nem több a magyarországi szurkolói bázis. Főleg az aktív, az Antel meg pláne. Akik így hozzászólnak, az pár száz. Hogy akik vagy így rendszeresen... Hát most csökken. Csökken. Ezekben, hát szerintem ezekben az időszakokban, ez szerintem tipikusan ez, amikor jól megy a csapatnak, és a BL elődöntő, stb., akkor azért én látom ugye az interakciókat is a Facebookon, azt, hogy mennyien olvasnak el egy cikket, mennyien kattintanak, mennyien reagálnak, ezt a Facebook nagyon jól megmutatja. És általában ugye az első Roma hús cikkeknek azért ezres nagyságú a folyamatos elérés. Főleg egy olyan cikk, ami egy J.K.-ról szóló cikk. Az nagyon megosztó emberek ugye vannak, mint J.K. Azt vagy azért kattintanak rá nagyon sokan, mert imádják, vagy azért, mert miért nem húz már el, és tűnik el. És, de azért az ezres szám az szinte mindig megvan. Jó, egy Tottis cikknél ez meghaladja az több mint a 2-3 ezret is simán, vagy egy Derossz is. Szóval igazából szerintem így az aktív az 1-2 ezer lehet, akik így folyamatosan mélyből tényleg Róma drukkerek. Én ezt azt látom, hogy gondolom. Abból nagyon jól távol tartod magad a vélemény nyilvánítástól az oldalon. Tehát, hogy azért hogy nem lehet könnyű úgy objektív cikkeket írni, hogy még nem te az előző témában, de vicces, mert pont ezt írtam fel magamnak első kérdésnek, hogy tisztázzunk pár dolgot, hogy te pro-Jéko vagy anti-Jéko vagy a csapat. Ez, hogy, és ennek nem látszik a lenyomata az oldalon. A fórumban nem nézek be mindig, úgyhogy azt nem hát, tudom, ott akartam valószínűleg mondani. Jobban látszik azért. Így van. De így van. pro-Jéko Ha a vagy fórumot... anti-Jéko? Hát a fórumot olvasnád, akkor tudnád, én vagyok az egyik a legnagyobb Róma Dzeko fan. Én nagyon szeretem, én nagyon sokra tartom, és örülök, hogy te is, mert láttam a múltkori podcast, hogy kimondottan kedveled. Próbálom is mindig védeni fórumon is, kisebb-nagyobb sikerrel, én úgy vagyok vele, nem érdekel más vélemény ilyen szempontból. Én nagyon szeretem, én nagyon bírom,
és örülök is, hogy most maradt, úgy néz ki, hogy maradt, mert ugye pont még Most az már, előzőni még ha már hétfőig nem most történik már semmi, most már akkor marad. marad, és Látod, én semmi nem például sem most marad. beleszaladtam. Tessék, hogy Igen, már azt, igen, hogy igen. megy, aztán mégsem megy. Nem Így igaz, van. még rúg Itt pár jönnek kapom. nekem mindig ezek az XG mutatókkal, amiket én nagy ívben lesöprök az asztalra, és nem érdekel. Tudod, ez a, hogy hányat hagy ki helyzetet, a 10 helyzetbe egyet rúg be, ezek próbálnak mindig De bédálozni. szerintem ez az ő esetében eleve lecsupaszított adatokat nézni szerintem nem jó. Az XG mutatót én egyébként szeretem, amikor egy csapatot határoz meg, egy csapatnak a játékát, mert szerintem az hatékonyabb egy labdabirtoklási adatnál, ad abszurdum még egy kapuralövési adatnál is, a kaput eltalálónál már nem biztos, de annál megbízhatóbb, hogyha egy meccsen egy csapat veszélyességét meg akarod ítélni. De Dzeko-nak a jelentőségét ebből megítélni nem lehet. Hát az ember az esetek felében, a félpályánál a kapunak háttal kap Pontosan, labdát, és építi pontosan. föl a játékot. Tehát Ezt én is ebben a mondtam, hogy ő csapatban. azért sokszor ott tűnik föl a félpályánál, és megmondom őszintén, én pont az vagyok, aki nem szakmai szemmel nézem a meccseket. Én mikor olvasok utána, hogy új, ki hányszor ért, meg hogy passzolt, és mit csinált, és akkor nézem, hogy nekem ez fel sem tűnt, ez kb. Fórumon szoktak bedobni ilyen statisztikákat, és én mindig azt mondom, hogy amúgy nekem igazából mindegy, mert én aki Róma meszt húz magára, én azt a játékost én azt szeretni fogom egész addig, ameddig le nem veszi, és elmegy mondjuk a Juventusba. Én nem fogom szídni, és persze vannak nekem is kedvenceim köztük, vagy akit jobban kedvelek, és mondjuk ilyen Dzeko egyértelműen. Én tovább is azt gondolom, hogy tényleg ő az utóbbi, tényleg talán az évtizedet is nyugodtan mondhatjuk, az egyik legjobb csatára. Te állítottad, hogy Batistutánál is, és Montellánál is jobb, ebben sokan belekötöttek a fórumon, hogy Szerintem ez... jobb. Szerintem, hogy mondjam, többet, tehát sokkal többet tesz hozzá a Róma játékához, mint nekik hozzá kellett tenni. És most erről lehet vitatkozni, hogy mennyit kellett nekik hozzátenni, és milyen középpálya volt mögöttük, Ja, hát igen, vagy milyen milyen csapat volt középpálya ott, van így van. Dzeko mögött, de szerintem abban a csapatban Dzeko egy 40 gólos játékos. Tehát a két szerepkört szerintem nem nagyon lehet összehasonlítani, és azért emellett is Dzekónak volt egy brutális szezonja, és igen, tehát vannak olyan meccsei, mint a Juventus ellen. Kezdjük is el a hírekkel, jó? Mert pár hírről muszáj beszélgetnünk. A Juventus meccsen inkább boldog voltál, vagy inkább boldogtalan voltál az X-el? Szomorú voltam. Mert igazából most már kicsit amúgy én sem jutottam odáig, itt ugye a Fonseca is megosztja most már, sőt lassan már nem is megosztja a közösséget, hanem sokan kint szeretnék látni már a Róma, a Trigoria kapuin kívül. De miért? Hát olvassál fórumokat, igazából, mert hogy, sőt, az első és a fő ok az most Florenzi eltakarítása, ugye ez amire, és itt ugye nem láttunk mögé, semmit nem tudunk, nem tudjuk, hogy ennek szakmai oka van, vagy bármi más oka van, egyszerűen, hogy egy ős rómait kitett, nem számolt vele, ez amit sokan felrónak neki. Én igazából úgy vagyok vele, és a Juventus meccsre foglalkozunk, akkor, hogy Juventus verni szerintem mindig jó, akármi is történik, ebben a szempontból én nagyon sajnálom, hogy döntetlen lett a vége, és szomorú vagyok, mert tudok, meglepettem, vettem tudomásul, vagy vettem észre, és láttam, és örültem neki, hogy majdnem egy csikó csapat, tehát milyen védelem volt, Igen. milyen 96 utáni születésű hármas trió állt ott föl hátul, hogy tényleg tök jól megoldották a dolgokat, és igazából egy nagy Ronaldónak, tényleg még Santon a pályán volt, pedig Santont sem sokszor tartják sokra, hogy momentuma nem volt annak az embernek, aztán egy kihagyás, és jött a Hogy döntetlen, az egyetlen egy pillanat, amikor beletudta, én egyébként bírom Fonsékát, hogy oda egy másodpercre visszakössek, mert aztán lesz köze ahhoz, amit mindjárt mondok. Én szeretem a személyiségét is, a nyugodtságát, a higgadtságát. Szerintem ő rengeteg, és ezt a Juve meccs nagyon jól bizonyította, hogy ő szerintem rengeteg mindent blokkol, ami a vezetőség és a játékosok között blokkolásra kell, hogy kerüljön. Ebben ő szerintem igen. nagyon jó. És én szerintem ő igenis megvédi a játékosait, és meg vagyok győződve róla, hogy Florenzi nem az ő döntése volt. Tehát Florenzi abban a rendszerben, amit ő akar most játszani, már pedig nem nagyon lehet más, mint három védővel játszani ezzel a kerettel szerintem, abban Florenzi tök jó lenne a jobb oldalra. Ebben mindenkinek Igen, igaza akkor van, ez aki itt jön azt a kérdés, mondja. hogy akkor kinek szúrt szemet ott, Hát nem, ha szerintem nem takarít. ez még télen tört el. Tehát ez szerintem még akkor tört el, amikor Totti után,
elzavartak De Rossit, vagy hát igen, elment De Rossi, fogalmazunk így. Igen. Én ezt még az előző tulajdonosnak adom, és nem vagyok benne biztos, hogy Florenzi azok után, ami történt vele ennél a klubnál az elmúlt években, mert hogy azért ez egy folyamat, ő maradni akart. Tehát én nem vagyok benne biztos. Jó, hogy Dafke is már azért. És hogyha valaki tehet hát egyszer róla, úgy is szerintem az nem róla. Fonszéka. Szerintem az nem Fonszéka. De olyan mérges voltam Fonszékára akkor, amikor nem volt momentum a Ronaldónak, ahogy mondtad. És aztán már annyira kellett volna a frissítés középpályán meg elől, és ugye nem is nagyon cserél, ez a másik téma most, hogy... Ja, igen, kettőt cserélt. És akkor behozott Bruno Perest Ronaldo oldalára, akit egyébként én nagyon bírok, ha előre felé kell menni, de ezen a meccsen, vezetésnél, hiába van ember, hogy nem előre kellett volna menni, és akkor rácserélsz egy Bruno Perest, és a következő támadásnál Ronaldo bemegy középre, és Bruno Peres egy méterről figyeli, ahogy gólt fejel. Nekem ettől kicsit fájt a szívem, itt azért kicsit összemorcoltam magam. Igen, meg én ugye volt Dzekónak az a helyzete, és hát persze azt is egyből felvetették, hogy na hát Dzeko megint kihagyta a helyzetét. Dzekóval élünk, Dzekóval halunk, ő egy ilyen játékos, de amikor élünk vele, akkor meg jobban élünk, mint mások. Ő egy ilyen játékos. Ki a kedvenced a mostani keretben? Dzeko? Mondhatom, hogy Dzeko. De mondom, én nagyon nem tudok kiemelni senkit, mert aki mondom, Róma Mesthúz, én azokat a játékosokat kedvem. Akkor úgy kérdezem, hogy a fiatalok közül, akik az elmúlt években jöttek, és ha van jó dolog, azt szerintem az, hogy igazoltunk 20 éves kora elején járó jó futballistákat, ki az, akire azt mondod, hogy na őt ne adjuk el egy-két év múlva, mint ahogy szoktuk? Na, ja, hát ugye itt van Zaniolo, aki szerencsétlen most újra megsérült, ő rá mindenképpen azt mondja az ember, és hát, de persze én Ündert se adtam volna el, mert nekem ő is a szívemhez nőtt, szóval én őt is nagyon sajnáltam, mint fiatalt. Én minden fiatal így vagyok, egyiket sem adnám el, főleg akiben látni potenciált. Így voltam Luca Pellegrinivel is, én őt is nagyon sajnáltam, hogy elment. Mert én azt gondolom, hogy ő azt a szintet ugyanúgy hozta volna, mint bármelyik mostani játékos, aki a posztján játszik szerintem. Én őt is sajnáltam, és félek attól, hogy Kalifiori is ugyanerre sorsa jut, mert látom, hogy ugyanez az ügynöke, ezt pont valamelyik nap hívták fel a fórumon a figyelmünket, hogy Raiola, ugye? Úgyhogy én most tárgyalnak a hosszabbításról. Igen. Reméljük. Hát de aztán ugye a hosszabbítás mit sem ér, ha utána persze. Meg valami jó kis dollár jelennek meg a szemében Raiolának, és örül, ha tovább az rajta. De én például tökre örülnék, ha Pellegrini kinőni magát, és egy igazi vezér lenne. Neki valahogy nincs meg a helye. Én azt látom, hogy ő az a játékos, akinek próbálták már a Dzeko mögött, próbálják, de valahogy nem találják meg a helyét, és ez a középpálya meg sokkal jobban néz ki akkor, amikor Veretout játszik ott Diawarával. Igen. Valahogy, nem tudom, valaki azt írta, hogy talán John Solano írta azt, hogy Pellegrinivel kapcsolatban lehet, hogy a titok az, hogy nem kérsz tőle nagy dolgokat. Mert amikor nem kérsz tőle nagy dolgokat a pályán, akkor milyen hasznos, mint a Juventus ellen volt. Semmit nem kell csinálni, 5-10 méteres passzokat adjál, és menjen át rajtad a játék. Hát nem tudom, Pellegrini az nekem egy nagyon nagy kérdője. Nekem Veretout most nagy kedvencem, nem csak a Juve miatt. Én nagyon fogtam a fejem nyáron, amikor mondogatták, hogy el akarják adni őt is. Mondtam, basszus, őt ne! Tehát ja, már szép lett volna ő is, igen. Hát azért ő tényleg full alapemberén nőtte ki magát, szóval azért. És látszik is, hogy van, igen, iszonyat munkabírása van azért, szerintem technikás. És pont azon gondolkodtam múltkorában, ami még talán az előző év közepe vége felé, amikor már látszott, hogy Veretout egy tényleg egy jó igazolás volt, hogy amikor megvolt ez a Strootman, Nainggolan, De Rossi középpályán, akkor kellett volna ő még oda akár csak egy kiegészítő embernek, amikor azért volt terhelés, és így van. Szóval, hogy ahelyett, hogy azt a középpályát is szélnek eresztették, azt kellett volna ilyenekkel megerősíteni. Ez jó, hogy mondod, mert Veretout abszolút egy ilyen Nainggolan utód. Tehát a stílusa alapján, a játéka alapján, 16-ostól 16-osig iszonyatos erővel, befejezésbe se rossz, és sose fog megállni. Remélem, és éppen, hogyha mondjuk ja, igen, és mondjuk éppen sok cigit szívott a Nainggolan, akkor mondjuk le lehetett volna cserélni. Két átigazolásról kíváncsi vagyok a véleményedre. Az egyik Borja Mayoral, már hogyha ő tényleg leszáll ma Rómában, és tényleg kölcsönveszi a Róma, mert azért egyelőre pletyka, de állítólag ma már érkezik Rómába, elvileg a Real Madridtól. Nem gond az azért, bármennyire szeretjük Dzekót mind a ketten, de nem gond az azért, hogy elől még mindig egy olyan játékostól függünk teljesen, aki márciusban 35 lesz. Ja, igen. Fájó szívvel most... elengedted volna Dzekót nyáron?
Nem. Nem, azért Nem, azt én nem. mondom, olyan szinten ő is a szívemben, őt sem engedném. Keblemre ide, Zséko. Nem, hiába 35, de neki egyszerűen még mindig olyan munkabírása van. Azért az látszik, hogy meg azért ő technikás, és tényleg mind a mellett persze, hogy kihagy helyzeteket, de ha meg ugyanakkor meg berúgja is. Tényleg azért láttuk az évek során, hogy mellette hiába hoztak ilyen-olyan amolyan csatárt, semmi, ott van például Sik, mi lett vele, szerencsét lenne. Gondolom az önbizalma is a békasegge alá került ott Dzeko mellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a majorálás, hát most nagyon úgy tűnik, hogy ő itt orvosin lesz, és valamilyen opcióval, hát megint majd talán az lesz, hogy felfuttatjuk a Reálnak valamelyik játékosát, aztán majd visszaviszik, amikor belelendül a srác. Nem tudom, azt nem tudom, hogy milyen terhelést bír Dzeko 35 évesen, és majd bírja ezt a bajnok, vagy a bajnok, ugye az álom, Hát igen, Európa Liga, a bajnokságot és az a Európa bajnokság Ligát, és az igen. Európa Liga terhelést. Meglátjuk, nem tudom. Hát most az első meccsen pihent, másodikon játszott, majd lehet, hogy ugyanígy, így. Ezt majd Fonseca eldönti. Smalling, nekem ha valami tetszik, az a hátsó alakzat, nem csak a Juve miatt, de és oda szerintem pont Smallingra van szükség. Tehát oda kell Én egy azt mondom, egy rutin, rutincápa, így van. és Aki Ibanez, ismeri is már a Kumbulla, közeget. Mancini, Smalling, még esetleg valaki kéne oda, hogy a Fációra most azt mondják, hogy elmegy. Én ott most a hátával elégedett vagyok, vagy lennék. Igen, de ugye Fáció már nincs is talán szinte a keretben. Már most sem, Juventus is azt hiszem az első Rajtak meccsen megy. sem volt. De ő, megmondom őszintén, őt is kedveltem nagyon, de kikopott. Őre tényleg azt lehet mondani, ő bőven kikopott ebből. Smallingra viszont szerintem szükség van. Lehúzott egy évet, teljes mértékben ismeri a közeget, ismeri a csapattársakat is. Sőt, már ugye ebből a hátsó hármas trióból is már azért Ibanezt is ismeri valamennyi. Hát most Kumbulát nem, de a többieket ismeri. Ő kell oda, mindenképpen kell oda. Én szerintem ő jönni is fog. Hát tényleg megígérte Fonseca is már itt, nem tudom melyik két sajtótájékoztatón is, Igen. hogy jönni fog. Hát ugye megy egy civakodás az, hogy egy jövő éven lejáró szerződési játékosért kell-e annyit fizetni, vagy sem. Én is azt gondolom, hogy nem, tényleg annyit nem ér Szerintem az is a én kíváncsi játékos. vagyok, ki nyeri ezt a húzavonát 13 és 20 millió euró között, mert minden arra utal, hogy ezt a Rómának kell nyernie, ezt a Így húzavonát, és van, én is azt 15-nél többet gondolom. nem szabad fizetni. Hát a játékos csak ide akar jönni, és ezt Így van, kijelenti. így van. A klubnak el kell adnia, mert különben nem fog tudni vele mit csinálni januárban, aláír máshoz. Így van. Szulsjárnak nincs rá szüksége, Nincs szüksége, megmondta, hogy nincs pontosan. rá szüksége. Én nagyon itt én nem tudom, hogy min izmozik még a United, de egy-két nap még Hát hátra szerintem van. ez a próbálkozik, próbálkozik, aztán rájön, hogy úgysem, mert ugye lehet, hogy abban bíznak, hogy valaki másnak fog kelleni. De Ja. hogy ugye ezt mondom, hiszen nem akar máshová menni. Igen. Hát most jó, hát. Nekem a szélével vannak nagyon nagy gondjaim, az a baj. Tehát még én reszketek attól a pillanattól, amikor Spinazzola megsérül. Így van. Láttuk, hogy Karsdorp nem bír egy meccset végigjátszani ebben a tempóban, ami nekem egészen furcsa. Láttuk Santont, aki levette egyébként Ronaldot, tehát azt nem kell elvenni tőle, hogy tényleg nem volt addig momentum, amíg ott játszott mellette. De én nagyon félek azért attól is, hogyha Calafiorit kell játszatni, éles helyzetben majd be kell dobni szezon közben, ha Santon játszik, ha Karsdorp játszik, nekem azért ott van bajom a szélén. Igen, ez a szél, ez szerintem is egy nagyon sok kérdést vet föl, és azt gondolom, hogy ugye többször kijelentik a sajtótájékoztatón, hogy a vezetőség és a szakvezetés is azon dolgoznak, hogy a Rómának legjobbja legyen ahhoz, hogy fejlődni tudjon. Ehhez képest igazából nem is nagyon hallunk ide neveket, akik szóba jönnének, mint igazolások, vagy nem tudom, lehet, hogy majd aztán a semmiből hirtelen a cilinderből kirántanak valakit, de ugye, és ilyenkor vetődik föl Florenzi megint, hogy akkor ő miért nem volt jó oda erre a... És ez egyébként egy tök jogos kérdés, teljesen jogos, csak mondom, szerintem ez már korábban eldőlt, hogy ő nem. Én olyan, ha én lennék Florenzi, én már a téli Valenciába küldéskor olyan szinten ábrándultam volna ki ebből a Rómából, Hát lehet, meg ebből a is tette. vezetőségből, hogy lasszóval se lehet visszafogni. És egyébként érdekes rátérve a vezetőségre, hogy azért nekünk oda vert ez a koronavírusos helyzet, mert engem idegesít és elborzaszt az a bizonytalanság, ami most a csapat körül van, hogy pletykálnak Rangnickról, pletykálnak Allegriről, mindenkiről, és hogyha márciusban veszik át Friedkinék a klubot, akkor pont az a 3 hónap lett volna 4 az új szezonig, amíg ezeket a kérdéseket el lehet rendezni. Tisztázni, így Ehhez van, igen. képest most belecsúszunk a szezonba, és tényleg erről beszélgetünk, miközben ránézünk a tabellára, és a Napoli, az Atalanta, az Inter, meg a Milán már 5 ponttal van előttünk 2 forduló után.
és négyen lenne akkor is, ha nem rontjuk el a nevezést. Tehát Igen. ettől azért én erősen tartok. Mit gondolsz te az új tulajokról eddig, amit láttál, olvastál? Hát nem tudom, elsősorban ugye az már pozitívum, hogy a fia itt lesz, és itt van, őt dedikálják is ide. Ugye ezt mindig is felvetették, személyre állítják Palottának, hogy nem volt jelen, nem volt jelen a klubnál. Azt gondolom, hogy ez tényleg amúgy nagy gond volt. Ilyen szempontból, mert nem lehet azért, vagy lehetett, mert azért 8 éven keresztül valahogy elvezették ezt a klubot, de úgy tényleg oda tenni magadat, hogy nem vagy jelen, nem látod minden napon, hogy mi történik, és oké, és hogy persze esténként, vagy délután, vagy 2 naponta beszélsz az ottani emberekkel, de nincs meg az a feeling, nem látod azt, hogy mik történnek, nem tudsz szemközt beszélni akár játékosokkal, és szerintem ez a játékosoknak is gond lehetett, és az edzőknek is az, hogy nem volt a vezetőség napi szinten elérhető. Jó, persze ott volt egy Baldissoni, akivel lehetett beszélni, de nem ugyanaz, amikor egy Palotta. És Palotta meg az volt, aki, amit mondtak neki, szerint én azt gondolom, sokszor benyelte. És nem nézett utána, hogy az tényleg jó, mert azért lássuk be, sok olyan döntés született, ami csak fogtuk a fejünket, és nem értettük. És persze érthető volt Szálá eladása, vagy Ellison eladása, de ezért ezen kívül is történtek olyanok, amin csak utána fogtad a fejedet, hogy ez most miért, vagy miért így. És persze én elismerem Palottának nagyon sok jó, voltak pozitívuma is mindenképpen. Hát szegény ugye ebbe a Stradion projektbe egy kicsit így belefáradt, elfásult. Szörnyű nehéz ez a helyzet egyébként, amikor van egy olyan klub, amelyik egyrészt csődben van, vagy hát komoly adósságai vannak. Hát abból nincs túl jó anyagi helyzetben, igen. És akkor jön egy tulajdonos, aki tényleg megpróbálja üzleti alapon vezetni ezt a klubot, és körülötted meg van egy baromi jól működő üzlet a Juventusé, bár mostanában ugye már azért az is üzletileg egy picit kevésbé működik jól, és akkor jönnek melléd olyan tulajdonosok, akik viszont egyáltalán nem, tehát ami az Interné és a Milánnál történik, most szerintem mostanában az elmúlt években pénzköltésben az egészen brutális, ahhoz képest Palotta nagyon hatékonyan dolgozott az átigazolásokkal, de hát, hogy ez a realitás, viszont megelőznek olyan csapatok, mint a Láció meg az Atalanta, amelyiknek nem kéne rohadtul az anyagiak alapján sem, úgyhogy valahol a kettő között van a megoldás. Én egy 10-es skálán egy ilyen 5-öt adnék Palottának, vagy 6-ot a tulajdonosnak. Hát legyen egy 6-os, mert akkor, hogy pozitívan, és jó, ő is örüljön neki. Nagyon pozitív vagy, ez bírom. Én mindig, a Rómával kapcsolatban próbálok mindig pozitív lenni. Régi címert visszaállítanád? Hát... Sőt, ugye azt a lupot, a kis farkast, az, ami olyan kis kedvenc, kis aranyos. Az amúgy a szívem csücske. Na, az most rajta van a mezen. Így van, ennek örülök is, így van, hogy azért, fia, azért az látszódik, hogy próbálnak visszanyúlni a tradíciókhoz. Mindig valami, most ugye a harmadik számú mez kapcsolatban is, azért egy 10-20 évet mindig visszamennek, vagy van akár kicsit távolabb is, ami azt jelenti, hogy érdekli őket a tradíció. Az, hogy ott ez miért volt, ugye azt mondták, mert hogy abból senkinek nem jön le, hogy ASR, ez senki nem fog arra asszociálni, hogy az a Róma, abból, hogy Róma, abból fog, hát ez... Ők tudják, ők látják, hogy ez milyen pozitívumot hozott. Vissza. Jövőre, ki legyen a jövőre az edző? Vagy ki, inkább úgy mondom, hogy ki mondja jövőre. Meg, ki mondja meg, hogy mi történik a Rómával? Ralf Rangnick, Massimiliano Allegri, vagy Fonseca? De legalább most végre olyan neveket mondasz, akik ellen azért... Nem ágálnék túl sokat, mert a fórumon elhangzik egy embernek a neve elég sokszor, és szerintem még te is emlegetted lehet valahol itt-ott, aki most valamelyik nagyobb csapatnak az edzője, és én azt egyszerűen nem állhatom, és nem is látnám sosem. Mondd meg a nevét, mert nem tudom hirtelen. Conte. Én Contit el nem tudom képzelni azt, hogy ő egyszer letegye. Na, akkor nem tudom, mi lesz vele. Túl juvés neked, nem? Hát igen. Igen. Akkor kiírod, hogy 4-0-4-es hibát kiírsz az oldalra. Nem, tényleg nem tudom, mi történik. Ha ő egyszer leteszi magát oda a kispadra, akkor én felmondok, vagy nem tudom, mi lesz. Allegri viszont nem ilyen. Őt megmondom őszintén, őt még szívesen is látnám. Sőt, én örülnék is neki. Hát ő viszont az, aki szerintem biztosan nem fog leülni. Mert itt pont fölhozták a fórumon azt, hogy ő amikor leült a Milánhoz, amikor leült a Juventushoz, akkor milyen igazolások történtek azért, hogy ő ott leüljön.
Na hát itt olyan igazolások nem fognak történni, És mindig itt ami dől miatt meg, tőle és ülnem. Így konténár is van. elfogadva, hogy nem látnád szívesen, meg értem is, de konténár Hát is ő ott sem dőlt ülne le meg, egy. hogy Így van. tulajváltás előtt nem fogtok beruházni, akkor engem hagyjatok békén, én ezt nem adom a nevemet, ez Allegrinél is komoly veszély, és Rangnicknál is. Tehát Így van, ha így itt van. nincs egy komoly terv, onnan fogjuk látni, hogy Friedkinéknek milyen terveik vannak, hogy kivel marad hosszabb távon meg a kapcsolat, és melyik edző az, amelyik hajlandó lesz leülni esetleg erre a padra. De én Fonszékával ki vagyok békülve egyébként, tehát szörnyű nehéz lehet ilyen helyzetben dolgozni. Szörnyű nehéz is. És ebből a Juve ellen, de talán a Verona ellen is azt mondom, hogy kihozta kb. A mag. Ebből most nagyon nehéz többet. Mi a szerinted a reális helyezés ettől a csapattól idén? Hát figyelj, én azt nem mondom, hogy az első három, de én azért az 5-6-ot én azt bemerem most biflázni. Hát ugye az első két hely az nagyjából megvan. Bár én mindig azt mondom, hogy a Juventus-szal még nagyanyám is bajnoki címet nyerne. Most így a múlt heti meccset nézve, pont én mondtam is, hogy hát ez a Juventus nem tűnt ez a Juventus nekem annyira acélosnak. Szóval, Hát ott azért hogy beleállt Pirlo a változtatásokba elég szépen. de valahogy, nem tudom, az a játékos keret ott nekem, én megmondom, hogy nem szoktam az ellenfeleket annyira figyelni, hogy ott kik ezek a játékosok, és föltűntek nekem olyan nevek ott, akik azt sem tudtam, hogy kik azok. És aztán persze, hogy tök jól fognak teljesíteni, ezt nem tartom kizártnak, de hogy most, amit te is mondtál már múlt héten, hogy most nem tartom már kizártnak azt, hogy ezt az Inter meg fogja tudni előzni ezt a Juventust. Ez a szívkiváló edzőjük van. Igen. Az Atalanta az nem úgy tűnik, mint aki itt megrogyott volna a nyár során. Az Néztem ezt a a Láció Lációban meccset, bízom. Én a Lációban bízom, hogy ő viszont meg, a Láció viszont megrogyik, abban bízom, hogy az nem lesz négyben. Ettől függetlenül nem biztos, hogy mi ott leszünk a négyben. A Milán, én a Milánon röhögök most már 34. éve. Itt folyton jósolják, hogy majd a Milán, és azok szórják a pénzt, mint hogyha nekik ilyen elapadhatatlan csapból folyna. De mindig olyan iszonyat tréigazolásokkal, vagy én nem tudom, akik aztán utána semmit nem mutatnak a csapatban, és hiába trédárlan veszek drága. össze. Igen, a lényeg az, hogy én nem tudom, hogy ők mire lesznek képesek. Szerintem ők nem lesznek bent a négyben. Tényleg? Na, Na, kíváncsi leszek. Na, kíváncsi leszek. én is. Hát tegnap a Rio Ave ellen nem úgy néztek ki, mint akik. Nagyon. Olyan nyugodtan lekapcsoltam 2-1-nél a Ó, jól van, 111. percben a értem. tévét, és ma reggel nézem, hogy rossz Az ebben. évmérkőzéséről sikerült lemaradni. És amúgy ezen gondolkodtam, hogy most örüljek, ha ők menetelnek, mert akkor legalább szenvednek majd ők is a plusz terhelés miatt, Örüljünk vagy neki, hogy nem röhögjek, vannak. hogy Jó kiestek. az. Igazából a kettő lett volna jó Legyen csak a egyébként. Milán az EL-ben, kapjon egy ellenfelet Kelet-Oroszországból, egyet Igen. Skandináviából, Így van. és akkor jók Ilyen jó leszünk. brusztolós Igen, neszeneket. valami, így van. Én is azt. Végül is emellett döntöttem. Bár azért jót röhögtem volna azért, akkor kiesnek. Mi lesz az Udinéz ellen? Még gólt se rúgtak, még az utolsó két felkészülési meccsüket is elvesztek, most már nyerni kell. Tehát, és hogyha Fonseca Aha, nyugit ráírat. akar, akkor muszáj. Ráír, igen, az Udine az ráír azzal, hogy bármit is tegyen. Ugye most kikaptak a Speciától simán 2-0-ra, még csodálkoztam is. Hát én bízom, nem egy olyanban, mint tavaly, azért az túl szép volt, de jó lenne azért. Én azt gondolom, hogy ha tényleg egy hasonló játékot tudna játszani a csapat, meg most már azért jönnék a gólok is, mert azért az első meccsen nekünk sem volt, meg itt a másik sem volt. Jó, a másik meccsen a Juventus volt az ellenfél, de jobb Dzeko helyzet kihasználással Ó, akár. ez már tőled nagy kijelentés. Szombat Így van. 20:45 ez az időpontja az Udinéze elleni mérkőzésnek, és nagyon remélem, hogy nyerni fogunk. Egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veled, Gábor. Másrészt menjetek, ez már nektek szól, menjetek az asroma.hu-ra, és nézzétek meg az oldalt, meg Így van. lájkoljátok be a Facebookon, és figyeljétek ott a rómás híreket, meg csatlakozzatok a fórumhoz, mert tényleg tök jó banda van ott, és én is megígérem, hogy visszatérek a fórumra, és fogunk Jó. beszélgetni. Most, hogy az olasz bajnoksággal még egy ideig, mint kommentátor nem lesz dolgom biztosan, de most már ez a világ legrosszabban őrzött titkai között van amúgy is, hogy én Róma szurkoló vagyok. És a legfontosabb kérdést azt a végére hagytam, hogy miért lógsz te nekem egy 6-os pak sörrel? Nem emlékszel? 2 éve valamikor fogadtunk, hogy nem fogják eladni. Most nem tudom, azt hiszem talán Strootmanról volt szó. Hogy, ez biztos. Akkor én buktam több fogadást is, buktam Nainggolant is buktam, és meg kellett jelennem női ruhában a munkahelyen, mert mondtam, Én olyan hülye meg nincsen. egy 6-os pak sörbe fogadtam.
Így van, de én vesztettem. Én Azt én vesztettem. értem, csak Úgyhogy... lehetett volna valami kínosabb is. Ja, igen. Úgyhogy én azzal továbbra is lógok neked, és hát ugye az érdiek vagyunk, úgyhogy én nekem nem történt sem eddig, de valahogy túl sokat volt a Szarajevóban, aztán akkor nem tudtuk nyílbe ütni a dolgot, de Jó van, most már valahol itt egy szerintem... érdi krimóban összefutunk majd, aztán elfogyasztjuk egyben Jó, a hármat, jó. hármat, jó? És akkor... Jó, felezünk legfeljebb, így jó. Köszönöm szépen Pongrácz Gábornak, az asroma.hu alapítójának, szerkesztőjének, moderátorának, atya úristenének és mindenesének, így van. mindenesének, hogy itt volt. Nektek meg a figyelmet köszönjük, és legközelebb is jelentkezem majd Falka Ösztönnel, szerintem jövő héten már. Sziasztok! Szia Én is Gábor! köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!